A korábbinál lényegesen több illegális dohányárú akadt fenn idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hálóján. Az év első 8 hónapjában 50 millió szál jogsértő módon behozott, vagy itt előállított cigarettát vontak ki a szervezet munkatársai a fekete piacról. A tétel értéke pedig megközelítette a 2,8 milliárd forintot. Sokszor hangzik el megyék neve a cigaretta szóló hírekben. Ebben nagy szerepe van annak, hogy 150 km hosszú ukrán határszakasszal rendelkezünk. Tekintettel arra, hogy az Unióban, ezáltal Magyarországon is jelentős különbség van az Ukrajnában megvásárolható dohánytermék áraihoz képest még Ukranában 400-450 forintba, addig hazánkban 1100-1200-ba kerül egy doboz, tehát sokakban nagy a kísértés az illegális behozatal iránt. Csempészekből pedig van bőven, csak egy a legutóbbi esetek közül. Záhonynál egy kis buszban csak nem 1500 doboz adózatlan cigarettát találtak, miután egy ukrán kis busz 8 utasával jelentkezett belépésre. A járművet Gigi a cigi kereső kutya is átvizsgálta, aki pozitív jelzést adott. A pénzügyőrök a tetőlemezt megbontva bukkantak rá a csempészetre házilag kialakított rejtek helyre, a tetőszerkezet alatt pedig az adózatlan dohányárúra. Ez egy viszonylag átlagosnak mondható módszer, a trükkök tárháza azonban kimeríthetetlen, sokan a legkülönfélébb technikákkal próbálják behozni a füstölni valót. A NAV mindig is fokozottan kezelte az erre irányuló ellenőrzéseket, mind belterületen, mind a határokon és a zöld határon egyaránt. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban, Dávid Zoltán, a rendészeti főosztályvezető, a Lezredes. Jó napot Össze, kívánok, mindenki. üdvözlöm Ahogyan láthatják a kedves nézők, hozott szemléltető eszközöket is, amelyre hamarosan ki is fogunk térni. No, de azért lenne még előtte egy kérdésem, ha már ugye az előző anyag is erről szólt. Trükkök van még új nap alatt? Vannak természetesen Mind folyamatosan. Mindig találnak Igen, csempészek. nagyon, nagyon kreatív az az oldal, aki ebből próbál meg megélni, és cigarettacsempészet adja a fejét. Szerencs, hogy ezeket folyamatosan megismerjük, tájékozódunk ezekkel kapcsolatosan, is megpróbálunk felkészülni ezekre az új trükkökre. Nagyon sok esetben külföldi csereprogramok keretében is más határokhoz elmegyünk, más ország határivatalaihoz elmegyünk, és tanulmányozunk az ő módszereiket, de viszont ők is tanulmányozzák a miénket. Ezt reméljük azért ötletet nem fogunk adni, de mondjon már néhányat az érdekesség kedvéért. Ilyenről már hallottunk, hogy tortaként hozták be. Tortaként, igen. Egy időben alkalmazták azt, hogy sajnos gyermekeket is felhasználtak a csempészet módszerekre kezükben, plüsmackóban rejtették el a cigarettát gyermekek táskájában, pelenka közé volt még olyan, hogy kenyerbe volt belesütve, Jó, sírkövet de. is választottak már, cigaretta csempészetre gondolták, hogy nehéz lesz megmozgatni, de sikerült úgy, tényleg ebben is cigaretta volt. Könyv, könyvben elrejtve, kólás üvegekben is különböző mindenféle eszközt megpróbálnak használni arra, hogy cigarettát rejtsenek el. Mondjuk ez, azért ezek olyan helyek, hogy hogy nem olyan nagy mennyiséget lehet ott elrejteni. Nem, nem, természetesen nem nagy mennyiséget. Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően három szinterét szoktuk megkülönböztetni a cigarettacsempészet lehetőségére az egyik, ugye a határállomásokon egy, egyfajta csempészet, akik ott azok központosulnak, akik a különböző trükkökkel próbálnak meg cigarettát csempészni. A zöld határ területe, ahol közvetlenül Ukrajnából a határon át, a zöld határon át próbálnak meg cigarettát csempészni, és a harmadik szintér pedig a belterületen elkövetett. Nem is igazából cigacse, cigarettacsempészet, csempészet, hanem ennek a csempészet cigarettának az értékesítése. Most úgy fogalmazok, hogy a munkatársak kiszimatolni, tehát vannak olyan munkatársak, akik tényleg ki tudják szimatolni, de egyébként igazából már nagyjából megsziről látszik valakin, hogy valamiben? Helyek közel, igen. Azt, hogy mondjam, hogy a legfontosabb eszköz a kezünkben az azoknak a pénzügyőr kollégáimnak van, akik tapasztalatból tudják és napi szinten vizsgálják ezeket az embereket, felismerik őket tényleg így van, hogy kiszagolják, hogy ki sántik állat rosszban, úgymond, ezeket megtalálják, de természetesen nagyon sok olyan eszköztárunk van, amiket a különböző szinterek közt megoszva alkalmazunk. Egyik legfontosabb a szolgálati kutyáink, akik nagyon ügyesek, látható volt a felvételen is, 12 darab ilyen kutyával rendelkezik a megyei vámhatóság, vám terület. Ezek a kutyák mindenképpen nagyon aktívak és nagyon jó felderítéseket hoznak, de emellett különböző röngen átvilágító berendezések vannak, üregvizsgálók, speciális gépjárművek, és ugye a Tisza vonalán szerencsére három vámőrhajónk is szolgálatba tudtunk állítani az elmúlt években, akik folyamatosan pásztázzák a Tisza vonalát. Említette a határforgalmat, kis határ vagy nagy határ? Hol csempésznek főként? Mindenhol, Záhonytól, ugye Beregsorány is Tiszabecsen keresztül, kis határokon is. Nyilván én azt mondom, hogy ezek sem kis határok, de az képest kisebbek. De természetesen mindenhol előfordul. Olyanról be lehet számolni, hogy egy ilyen átlagos mennyiség mennyivel próbálkoznak átlagosan? Ez, ez változó. Tehát vannak személyforgalomban, akik a megengedett kettő dobozon felüli kisebb csomagokat, dobozokat próbálnak megbehozni, és vannak ugye az 1500 kartonos tételek, de 200, 300, 20, 30, 40, tehát ez teljesen változó. Ez az, hogy mindenkinek a szellemisége, hogy mennyit próbál meg is. Itt azért a szankciókról érdemes beszélni. Van az a mennyiség, amikor már nagyon félő, hogy börtönbe kerül az illető? Természetesen van, nyilván van az az eset, amikor olyan értékhatárt súrolnak, haladnak meg, nem is súrolnak, haladnak meg, amikor már ugye büntetőeljárás bevezetése kötelező, ilyenkor leggyakrabban a költségvetési csalást alkalmazzák a kollégák is, hát azért ebben ugye egytől tíz évig tartó, maximum tíz év is kiszabható egy ilyen cselekmény kapcsán. Azért azért van félni Mit kockáztat az, aki mondjuk egy kisebb mennyiségben viszát? Azt gondolom alap, hogy elkobozzák tőle. Így van, mindenképpen szenved az alatt, hogy amiatt, hogy ugye elveszik a cigarettát, nyilván ezt a cigarettát ő megvette és kifizette, tehát nyilván annak a költségével sem számolhat már, nyilván elesik a nyereségtől, és hát nem kevés bírság szankcióval is sújthatóak ezek az esetek. Tehát elég komoly bírságok lehetnek, akár 80-100 millió forintos tételekről is beszélhetünk. Beszélt a zöld határról, azért ott is történhetnek érdekességek, és akkor arra kérem, hogy az egyik szemléltető eszköz például a zöld határhoz kapcsolódik. Így van, így van, ugye számtalan eszközzel vesszük fel a küzdelmet a csempészet ellen, de nem teljesen jó a, a, kollégák munkája sem, ugyanis nemrég találtunk olyan eszközöket, amiket ugye a csempészek a járt és járatlan utakon területeken az zöld határban elhelyeznek, ilyen házilag fabrikált szerkesztett, ez egyébként ácskapocs össze van egészve, ezeket a növényzet berejtik, és ugye a járőr tevékenység során volt már rá példa, hogy járművel ráhajtottunk, elég csúnya kár tud tenni. Szerencsére még olyan eset nem volt, hogy kolléga rálépett, kellően tudunk ellene védekezni, speciális bakancsokkal, de nyilván ha már az autó rámegy, megy, az sem egy jó dolog. Tehát akkor az önök munkája sem veszélytelen. hát az nem, lehet... nem veszélytelen, így van. Ö, és ak akkor, hogyha már átcsempészte a határon, illetve nem is kell, hogy átcsempészte a határon, mert hogy azért találkozhatnak olyan illegális cigaretta árusokkal, akik megint csak nem cigarettát árulnak, ugye? És így akkor itt jön képbe ez így a van. Belterületen jó néhány doboz. Jellemző, én, én, úgy fogalmaznék, hogy vannak olyan elköveti csoportok, akik a cigaretta csempészet egy kicsit felülve, Próbálnak meg ebből profitálni, oly módon, hogy közterületeken, piacokon, cigarettás dobozokat összegyűjtve, papír-papírra tömik ki, és ezt értékesítik cigarettaként, valamint előfordul napi szinten az is, hogy dohány terméket, vágott dohányként próbálnak meg eladni, kezemben tartható tasakban is látható fűrészpor, közönséges fűrészporlevéllel összekeverve ezt próbálják meg értékesíteni, és hát van, amikor sikerül is nekik a gyanútlan vásárló megveszi ezeket. Az elmúlt időszakban egyébként mennyire nőtt -a, vagy csökkent a cigarettacsempészet száma? Gondolom itt darabszámot is lehet mondani, meg mennyiséget is, ugye? Tehát mm. ilyen kettős a történet. Lehet mondani természetesen, ez ugye nagyon sok minden befolyásolja ezeket a dolgokat. Van, amikor a határforgalomban van több felderítés, és a zöld határban kevesebb, van, amikor megfordulnak ezek a tendenciák. Megközelítőleg azonos időszakot nézve egy januártól augusztus végig tartó időszakban, például tavaly évben 5097 esetet regisztráltunk cigarettára követett cselekmények felderítése kapcsán, amíg ez az idén 5883 eseten állt, tehát nyilván az látszik, most azt láthatjuk, hogy a két év között most azért több a erre elkövetett felderítés szám, ebbe természetesen benne vannak a büntető eljárások száma is, és az egyéb jövedéki eljárások számai. Látható, hogy most jelen pillanatban növekszik, és még mindig nincs vége az évnek. Köszönjük, hogy itt voltálunk. Én köszönöm.